Köszöntöm a nézőket! Ebben az évben rendszeresen jelentkezni fogunk növényvédelmi előrejelzéssel, melynek során a fontosabb szántóföldi és kertészeti kultúrák aktuális növényvédelmi viszonyairól adunk rövid tájékoztatást. Előjárójában el kell mondani, hogy az idei év csapadékviszonyai nem kedveztek sem a szántóföldi, sem a kertészeti kultúráknak, ugyanis a tavalyi évhez viszonyítva az első negyed évben esett annyi csapadék, mint tavaly az első hónapokban havonta. Emiatt már most jelentős a szárazság, mint szántóföldön és a kertészeti kultúrákban. Szántóföldön a fő növényvédelmi problémát most a káposztarepce károsítói okozzák, ezek közül is a repcefénybogár, mely a most már zöldbimbós állapotban levő repcén okozhatnak komolyabb kárt, különösen ha elhúzódik a bimbóknak a virágnyílása. A repcefénybogár ugyanis virágpor után kutatva a ki nem nyílt virágbimbók oldalán lyukakat rág, és így károsítja a repce bibéit, illetve porzóit, és ezekből a károsított bimbókból már termés nem várható. Emiatt akár naponta fűhálózással, vagy sárga tálas, vagy sárga ragacsos fogólapokkal ellenőrizni kell a fénybogarak egyensúlyűségét, és az egyensúlyűség alapján kell dönteni a védekezés szükségességéről. Másik szántóföldi kultúránk a kalászos gabonák, melyeken még jobban meglátszik a tavaszi szárazság. Gomba betegségekkel egyelőre nem kell számolni, mert csak szorványosan található lisszharmat és egyéb levélfoltosság betegség a kalászos gabona növényeken. Inkább a kártevőkre kell most összpontosítani, azok közül is a vetésfehérítő bogarak jelentenek nagyobb problémát, de még itt sem indokolt az ellenük való védekezés. A bogarak betelepedése folyamatos a gabonatáblák szegélyeibe, ahol már megkezdték a tojásrakást is. Folyamatos fűhálózással ellenőrizni kell, hogy mekkora a bogarak egyes sűrűsége, és szükség esetén, amennyiben a 10 hálócsapásban fogadt bogarak száma meghaladja 8-10 darabot, indokolt a védekezés, ezzel megakadályozhatjuk, hogy a tábla belsőbb részeibe is betelepedjenek a bogarak. A kikelt borsó állományokban most a borsó csipkéző bogarak jelenthetnek problémát, amennyiben akkora levélveszteséget okoznak, hogy ez a növekedésben problémát okozna a borsó növénynél. Itt is rendszeresen ellenőrizni kell a csipkéző bogarak egyensúlyűségét, és szükség esetén, indokolt esetben el kell rendelni az ellenük való védekezést. Megkezdődött a napraforgó vetése, amit hamarosan követni fog majd a kukorica is. Most még van idő arra, hogy a talajlakó kártevő felvételezéssel ellenőrizzék a talajok fertőzöttségét, és indokolt esetben, ami azt jelenti, hogy az összesített talajlakó kártevő fertőzöttség meghaladja az 1-2 darabot négyzetméterenként, mindenképpen indokolt a talajfertőtlenítőszerek alkalmazása mind a napraforgóban, mind a kukoricában. Kertészeti kultúrákra áttérve elmondható, hogy a birs és a naspolya kivételével már minden gyümölcstermű növény virágzásban van, sőt a kajszi már el is virágzott. Ilyenkor csonthéjas növényeknél a fő problémát a virágfertőző monélia okozza, mely a virágokat és a fiatal hajtásokat egyaránt fertőzheti. Eddig még komolyabb probléma nem jelentkezett, mert szárazak voltak az időjárási viszonyok, a betegségnek ugyanis a csapadékos, hűvös időjárás kedvez. Ennek ellenére preventív jelleggel szinte minden csonthéjas gyümölcstermű növénynél
a virágzás elején virágzásban, illetve elvirágzás után indokolt kontakt, illetve felszívódó gombaölők felhasználásával a virágfertőző monília elleni védekezés. Almában is elkezdődött a virágzás, itt most a levélpirosító levéltető elleni védelem jelenti a fő gondot, de amennyiben csapadékosabbra fordul az időjárás, indokolt lesz a lisztharmat, illetve varasodás fertőzés elleni megelőző védekezés. Erre most még nincs szükség, de amennyiben több csapadék fog hullani, mindenképpen kedvezővé válnak a feltételek a gombabetegségek fertőzésére. Külön ki kell emelni az őszi barack taprinás levél fodrosodás elleni védelmet, mert ebben az időszakban még fokozottan érzékeny a növény a levélfodrosodás gombájára, melynek elsősorban a csapadékos nedves időjárás kedvez. Ha ilyenné válnak az időjárási viszonyok, akkor feltétlenül védekezni kell, egészen addig, míg melegebbre és szárazabbra nem fordul az időjárás. El kell mondani, hogy a keleti gyümölcsmoly tömegesen rajzik az ország keleti felében is, annak ellenére, hogy a növények még nincsenek olyan állapotban, hogy fertőződhessenek, de ez mindenképp intőjel arra, hogy a kemény téli hideg ellenére a kártevők zöme jól viselte a hideg viszonyokat, és gyakorlatilag alacsony volt a téli pusztulás a bogarak esetében. Zöldségnövényeknél meg kell vizsgálni a talajokat, hogy milyen a talajlakó kártevő fertőzöttség, és a szántóföldi növényeknél elmondottak alapján, amennyiben meghaladja a fertőzöttség talajlakó kártevőkből az 1-2 darabot négyzetméterenként, okvetlenül indokolt, az adott kultúrában engedélyezett talajfertőtlenítő szerrel a talajfertőtlenítés. A kikelt növények közül így a áttelelt fokhagyma, esetleg dukhagymás, vöröshagyma esetében már most oda kell figyelni a hagymalegyek fertőzésére, és szükség esetén, amelyet sárga ragacsos fogólapokkal tudunk ellenőrizni, el kell rendelni a védekezést. Más kultúrák esetében még sok növényvédelmi teendő nincsen, amire majd a közeljövőben vissza fogunk térni. A napokban elkezdődött a májusi cserebogár rajzása. Idén a legerősebb úgynevezett 6. cserebogár törzs rajzik, ami erős fertőzést okozhat, úgyhogy a jelzőfákon, ami azt jelenti, hogy a cserebogár által kedvelt fák, mint az alma, a cseresznye, a megy, a mogyoró, ezeken a fákon folyamatosan figyelni kell, hogy gyülekeznek a cserebogarak, és a hímek és nőstények arányának kiegyenlítődésekor okvetlenül védekezni kell ellenük. Elkezdődött egyes lepkefajoknak a rajzása, de a növények még nincsenek olyan állapotban, hogy kárt tudjanak benne, vagy fertőzni tudjanak, de időszerű a lepkék rajzásának nyomán követésére a feromoncsapdák kihelyezése a különböző fákra, mert így jól látjuk a első egyedek megjelenését, illetve rajzás csúcsot folyamatosan nyomon követhetjük, és ezáltal a védekezést pontosan tudjuk időzíteni a kártevő ellen a hatékony védekezés érdekében.